A Magyar Labdarúgó Szövetség játékvezető bizottsága az ország minden megyében, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is alapfokú labdarúgó játékvezető tanfolyamot indít. Megyénkben, Nyíregyházán és Fehérgyarmaton zajlik majd a képzés. A tanfolyam során a hallgatók részletes oktatásban vehetnek részt a labdarúgás elméleti szabályait illetően, a megszerzett tudást pedig a gyakorlatba is átültethetik. Az órák menete az két részből áll, egyrészt vannak elméleti foglalkozások és gyakorlati foglalkozások. Az elmélet esetében tantermi körülmények között a szabályokat próbáljuk bemutatni, ezeket elsajátítani, utána pedig kivisszük ezt a gyakorlatba. Gyakorlati foglalkozások és próbamérkőzések vezetésével készítjük fel az új játékvezetőket arra, hogy milyen kihívások várnak rájuk a megyei bajnokságokban. Az elméleti képzések során a szabályok elsajátításában szakképzett oktatók, ma is aktív játékvezetők működnek közre. Itt olyan szakemberek végzik a képzési zottatás, akik jelenleg a legmagasabb szinten, akár nemzetközi szinten vezetnek mérkőzéseket, vagy a magyar első és másodosztályban, illetve azok a tapasztalt ellenőr sportások, akik már befejezték az aktív játékvezetést, és jelenleg pedig a játékvezetőknek a további képzésével, ellenőrzésével foglalkoznak. A gyakorlati képzésben az új játékvezetők a fizikai felkészítés mellett elsősorban utánpótlás mérkőzéseken gyakorolhatják a megszerzett tudást. Az összecsapásokon az oktatók, valamint aktív játékvezetők és ellenőrök elemzik és osztályozzák a hallgatókat, illetve tanácsokkal látják el őket. A 2018 tavaszán sikeresen vizsgázók már rögtön be is kapcsolódhatnak a megyei játékvezetés életébe. Jellemzően ez a megyei labdarúgó másod és harmadosztályú mérkőzéseken kezdik el bontogatni a szárnyaikat a játékvezetők, illetve természetesen a nagyszámú utánpótlás mérkőzéseken is megmutathatják a tudásukat, és utána tudnak majd esetleg feljebb kerülni a ranglétrán. Az alapfokú labdarúgó játékvezető tanfolyamra január 14-ig lehet jelentkezni online.